Szlovénia az első NATO tagállam, amelyben női parancsnoka van a hadseregnek. A Ljubljanai kormány Alenka Ermenc vezérőr nagyot nevezte ki a szlovén fegyveres erők vezérkari főnökévé. Szlovénia első női vezérkari főnöke 1963-ban született. A Ljubljanai Egyetem társadalomtudományi karán, majd a londoni Royal College of Defense Studies katonai akadémián szerzett diplomát, valamint 2009-ben a King's College londoni egyetemen mesterdiplomát. 27 éve lépett be a hadseregbe, részt vett a szlovén függetlenségi háborúban és számos NATO misszióban.